Ha bár első látása sokatoknak ez csak mutogatásnak tűnhetett, azonban ez két teljesen értelmes mondat volt egy gyönyörű nyelven, amit úgy hívnak, hogy jelnyelv. Azon belül is az amerikai jelnyelvnek egy változatán. Az előbb bemutatkoztam, és köszöntötelek benneteket a TED konferencián. Amíg nem kezdtem el foglalkozni ezzel a nyelvvel, úgy gondoltam, hogy ez egy nemzetközi kommunikációs forma, amit a világ bármely táján megértenek. Azonban ez nem így van. Minden hangzó nyelvnek és dialektusnak és regionális változatnak van egy bizonyos jelnyelve. Amikor az utcán látunk kommunikálni anyanyelvi beszélőket, vagy jelen esetben jelelőket, akkor nagyon kaotikusnak tűnhetnek a jelek a gyorsaságuk miatt. Ezzel én is így voltam, amíg meg nem láttam ezt a videót. Aki nem ismerné őt, ő Lorin, a 2012-es Eurovíziós Dalfesztivál svéd győztese, ez a videó pedig a 2013-as Eurovíziós Dalfesztivál döntőjén a nyitó produkción készült. Ahogy láttátok ti is, az énekesnőt gyerekkórus kísért, akik nem csak hanggal, hanem jelekkel is kísérték az énekesnőt egy szavakra koreografált táncelőadással. Mivel bruttó 14 évig én is táncoltam hobbi szinten, ezért ez engem nagyon megfogott, és úgy gondoltam, hogy nem csak a siketek és a nagyot hallók számára hordoz ez üzenetet, hanem a halló emberek számára is. Ezután, a videó után már célirányosan kezdtem el amerikai jelnyelven nézni a kedvenc dalaimat a YouTube-on, és észrevettem, hogy a jeleknek a nagy része nagyon logikus. Nagyon logikusan következik a jelentésükből. Viszont vannak olyanok is, amelyek nem, mert hát, mint minden nyelv, ez is szabályokra épül. Ezekből fogok most néhányat megmutatni, és szeretném, hogyha ti is velem jelennétek. Az első ilyen csoport, amit meg fogunk nézni, az a logikus jelek csoportja. Ezek a jelek tényleg logikusak, következnek a jelentésükből. Az első szó, amit meg fogunk tanulni, az a want, akarni, want. Csak behúzzuk a kezünket a testünkhöz, want. A következő jel az a happy, boldog, happy. A következő jel szintén egy egyszerű jel, ez a laughter, laughter. Nevetni. Azonban vannak olyan jelek is, amik nem ennyire egyértelműek a jelentésükből, és ezek nekem sem estek le elsőre, úgyhogy elkezdtem utána nézni különböző cikkekben, folyóiratokban és oktató videókban. És azt tanultam meg belőlük, hogy vannak olyan jelek is, amik a szavaknak a kezdőbetűit használják. Ebből fogok most négyet megmutatni. Az első betű, az az L betű. Kitartjuk a kezünket, mutatóujj felfele, hüvelykujj kifele, merőlegesen, majd kitartjuk a másikat is, és a felső testünk előtt felhúzva lejeleljük a life, azaz az élet jelét. Life. A következő betű, az az R betű, ehhez össze kell kulcsolnunk a mutató és a középsúlyunkat, majd a másik kezünkön is, majd egymással szembefordítjuk, és az egyiket elkezdjük kifelé csavarni. Ez a rope, azaz a kötél, ahogy a kötél csavarodik. A következő betű az a C. Ehhez egy C betűt formálunk a kezünkkel, milyen meglepő, és megtanuljuk a karácsony, azaz a Christmas jelét. Ehhez betámasztjuk a másik kezünkkel, és leírunk egy félkört. Christmas. Ez egy logikus jel alapvetően, mert ez a jel a fa, és ez egy C betű tetejű fa, tehát a karácsonyfát szimbolizálja. Az utolsó betű, amit hoztam, az a W. Ehhez a hüvelykujjat és a kisujjat összekulcsoljuk, a másik három ujjunkkal egy W-t formálva, és ha kétszer megütögetjük az ajkunk, az állunkat, akkor lejeleltük a water, azaz a víz jelét. Azonban, mivel minden nyelvben, a jelnyelvben sem egy darab szó kezdődik egy bizonyos betűvel, ezt úgy különböztetik meg, hogy más mozgást társítanak hozzájuk. Ezért például az L betűvel jelelhetjük a left,
left szót, azaz a bal, ha kimutatunk balra az L betűvel, left, vagy az R betűvel a right-ot, hogyha egy kicsit ilyen hercegnősen behajlítjuk a kezünket, és kimutatunk jobbra. Right, azaz a jobbra. A C betűvel egy várost hoztam, egy nagyon nagy várost Illinoisban, Chicagót fogjuk lejelelni. Ehhez ugyanúgy tartjuk a kezünket, mint a karácsonynál, csak egy hetest írunk levele. Chicago. Ez a hetes egyébként sokszor megjelenik a városoknak a nevében, például ha az I betűvel jeleljük le, ami a kisünk fölfeltartva, akkor ez Indianapolis. Hogyha a D betűvel, ami a mutatójunk fölfeltartva, akkor pedig Detroit. A W-vel ugyancsak egy italt osztom, ami magyarok számára tradicionálisnak mondható, ez pedig a wine, azaz a bor. Itt ilyenkor nem az állunkat ütögetjük meg, hanem oldalt, az állkapcsunkat. Most, hogyha összerakjuk ezt a két jelet, akkor megkapjuk a fröccsöt. Water, wine. Azonban nem csak a kezdőbetűkre épülő jeleknél van fontos szerepe annak, hogy honnan indul és hová érkezik a jel, mert egy alapvető szabály az amerikai jelnyelvben, hogy amit az arcunk tetején jelölünk, az a férfiakkal, amit az arcunk alján jelölünk, az pedig a nőkkel kapcsolatos. Így megkülönböztethetjük az apa, azaz a father, mint a kakas, father, father, és az anya, mother, az pedig az állunktól indul. Ha ezt a két jelet lehozzuk a mellkasunkig, akkor megkapjuk a man, azaz a férfi, illetve a woman, azaz a man, vagy az a nő, azaz a nő. Ugyanígy megkülönböztethetjük a grandfather, nagypapa, grandfather, és grandmother, nagymama. Ahány generáció, annyi ilyen hullámzás van benne. Ahogy egyre több videót néztem, elkezdett érdekelni a jelnyelvek közti különbség, mert hát, hogyha amerikai jelnyelv van, akkor nyilvánvalóan van minden nyelvnek is jelnyelve. És angol tanárként leginkább a brittel kezdtem el foglalkozni, mert ugye a nyelv órákon is ez a kettő kerül a középpontba. Elkezdtem nézni különböző videókat ezen a két nyelven, és valóban vannak eltérések, úgy, ahogy a hangzó nyelveknél a kiejtésben, az írásban vagy a nyelvtanban, a jelnyelveknél a jelekben. Mint például a life-ot, azaz az életjelét, a brit jelnyelv nem az L betű használatával jeleli, hanem behajlítjuk a középsúlyunkat, és kétszer megkapargatjuk a mellkasunkat. Life. Ezt tudom fokozni, hogyha mind a kettőt behajlítjátok, és mind a két mellkasotokat megkapargatjátok, mind a két oldalon megkapargatjátok, akkor ez az ausztrál jelnyelven jelenti a life-ot. Ha ezt belül teszitek meg, középen, ez a feel, azaz az érezni ige. Egy másik eltérés, hogy míg az amerikai jelnyelvnél a családtagok nem használnak betűket, addig a britnél igen. Az amerikai jelnyelvnél a kakas volt igazából az apa, a brit jelnyelvnél a brit F betűt használja, ami a két ujjunkat egymásra tesszük, és kétszer megütögetjük, father. Mivel nagyon hiányzott a tánc, és nagyon érdeklődtem ezután a nyelv után, ezért én is elkezdtem videókat gyártani a saját kedvenc dalaimból, amit aztán feltöltöttem a Facebookra. Kezdetben csak a családom és a barátaim kommentelgették, majd mikor ők megunták, akkor utána feltöltöttem hivatalosan is, vagy hát publikusan is. És mindenki bátorított, hogy csináljak egyre több videót, úgyhogy én csináltam is minden héten. És ahogy egyre több videó elkészült, úgy egyre magabiztosabb lettem ezekben a jelekben, és egyre gyorsabban kezdtem el őket tanulni. Majd egy idő után észrevettem, hogy angol tanárként ez igazából egy kincses bánya számomra, mert nagyon sok előny rejtőzik a jelnyelvben, lehetőség. Az első ilyen például, hogy a szinonímáknak nincsen külön jele. Tehát például a fear, a fright és a worry szavak, azaz a félelem és az aggodalom szavaknak ugyanaz a jele. Ezeket így jeleljük. Ez azért lehet jó, mert hogyha az alapszónak tudjuk a jelét, és utána találkozunk a szinonímájával, és ennek is megnézzük a jelét egy videószótárban, amivel egyébként tele van az internet, akkor utána már könnyebben kapcsoljuk a jelet az alapjelentéshez, és nem kell foglalkoznunk igazából az árnyalt jelentésekkel. Egy másik előnye a mély helyesírású nyelveknél van, mint amilyen az angol,
Ezek olyan nyelvek, hogy a leírt és a kiejtett szó nagyban eltér egymástól. Ugye szokták mondani, hogy az angolban leírjuk, hogy zongora, és kiejtjük, hogy gitár. Ezeknél a nyelveknél segíthet ez a jelnyelv, mégpedig a fingerspelling, azaz az ujjakkal való betűzés formájában. Ez pedig azért jó, mert hogyha jeleljük is, és mondjuk is a betűt, akkor a mozgásközpontunk is bekapcsolódik a feldolgozásba, az agyunkban, és sokkal könnyebben és hosszabb ideig tudjuk megjegyezni az adott betű kombinációt. Így például az olyan szavaknál, amik hasonlóan ejtünk, de nagyon különböző féleképpen írjuk le, mint például a leave, azaz az elhagy, ez ugye L-E-A-V-E, vagy a live, azaz az él, L-I-V-E, ezeknél sokkal könnyebben berögződik a különbség. Egy másik előnye számomra az, hogy nem kell órákat activitiznem a táblánál, hogyha egy elvontabb fogalmat kellene körülírnom vagy lerajzolnom, mert aki ismer vagy hozzám jár, az tudja, hogy egy-két évessel vetekszik a rajztudásom. Úgyhogy az olyan szavaknál jelentősen lerövidült a magyarázat, mint például a learn, a tanulni, vagy az egyik kedvenc szavam a confuse, kedvenc jelem, összezavarni. Egy negyedik előnyére akkor jöttem rá, amikor kisgyerekeket kezdtem el tanítani egy általános iskolában, amitől rettentően féltem. Meg 9 évesek voltak, és hát tudjuk, hogy milyenek a 9 évesek. Beszélnek, felállnak, leülnek, kérdeznek, ordibálnak, rohangálnak, kimennek, bejönnek. És ebből volt nekem 10. Minden órára nagyon készültem előtte való este, azonban egyszer elfelejtettem. És rám tört a pánik, főleg, hogy a kollégám is lemondta, úgyhogy összevont órát kellett tartanom, és ez 20 gyereket jelentett. 45 percig. Már azon gondolkoztam, hogy lemondom az egészet, és beteget jelentek, amikor eszembe jutott, hogy mi lenne, ha jelnyelvet tanulnánk. Megnéztem néhány állatnak a jelét, és bevittem néhány képet hozzájuk, és megtanítottam nekik ezeket a jeleket. Szerintem életemben nem tartottam még olyan jó órát ott. Nekem nem kellett fegyelmeznem, mert élvezték az órát, nekik nem kellett írniuk. Valami teljesen más csináltak, mint amit az órákon megszoktak, úgyhogy nagyon élvezték, és a jelek is viccesek voltak. A kedvenc jeleket, mint például a dog, azaz a kutya, illetve a víziló, azaz a hippo, vagy a medve, azaz a bear, nagyon sokáig mutogatták még egymásnak, nekem, a szüleiknek és a tanáraiknak a folyosón. Később több ilyen órát is tartottam, a témákhoz igazodva, amiket órán vesznek, majd egy ideig nem foglalkoztunk vele, és évvégén visszatértünk egy játékkal. Activitizni próbáltam velük. Amikor is bevittem a szókártyákat, az egyik kisfiú kiúzta a vámpír szót, és nem kezdte el limitálni a vámpírt, hanem a hozzátartozó jelet mutatta a többieknek, amit a Halloween-nál tanultunk. És nem csak, hogy ő tudta ezt a jelet, hanem mindenki más is egyből kitalálta, és ők is azokat a jeleket használták, amiket mi az órán tanultunk. Ez lehetősen lerövidítette a játéknak az időtartamát, úgyhogy 20 percig kénytelen voltam improvizálni, de akkor már profi voltam. Úgyhogy ez nem jelentett problémát. Akkor már. Viszont arra jöttem rá, hogy ha ez a gyerekeknél, vagy azon gondolkoztam, hogy ha a gyerekeknél ez ennyire működik, akkor miért nem működhetne másoknál is? Miért nem adunk egy esélyt a jelnyelvnek a nyelvoktatásban, és miért nem tesszük félre egy kicsit a tradicionális szótanulási módszereket, mint például a fal teleposztítezése, vagy a kis szókártyák gyártása, amit aztán kimosol a kabátoddal, vagy a szótármagolása. Tegyük a nyelvtanulást is izgalmassá és játékká. Köszönöm.